indológia, minden rendszer kidolgozza magának az emlékezetes napokat, és mi, akik éltünk a szocializmus ideje alatt a kisdobosok napjától kezdve a bányásznapig, igaz, hogy most is van, meg mindenféle ilyen jeles ünnepeket kellett ünnepelnünk, és ma, hogy elkezdődött az Isten tisztelet, és hogy a Krisz is imádkozott, meg Attila is imádkozott, meg beszélt, elmondták, hogy szívük ilyen imában is szóval többször szóba került az építkezés, az építésnek a fogalma is. Az a helyzet, hogy én is most már elég egy jó pár nap, vagy hete megkörül a téma körül is járva veszem, mert azt láttam, hogy az igében is rengeteg helyen szó van az építésről. És a gyülekezetek, akik Krisztus próbálják követni több-kevesebb sikerrel, mind arra vannak rendelve, hogy építkezzenek. Egyrészt ugye az élet egy folyamat, nem egy statikus dolog, állandóan élnek mindenféle hatások, és állandóan kell valami reakciókat adnunk a környezetünkből jövő ingerekre, és ugye hát a természetes élet is ugye kezdődik egy sejtből, és akkor lesz egy nagy melárd, széles, vagy magas, vagy kicsi, vagy alacsony, vékony, kinek milyen az alkata. Aztán egy idő után elkezd majd ez összemenni. Tehát az életem is azt látni, hogy van egyfajta fejlődés. És azt olvassuk az igében is, hogy el kell jutni az életre és gyújtságra. És hát én azt tapasztaltam az egyébként újjászületett pályafutásom során, hogy nem is olyan egyszerű dolog eljutni az életre és gyújtságra. Mindenféle hatások érnek bennünket így a keresztény világon belül is. Vannak olyan időszakok, amikor egy-egy ige így hirtelen megnövekszik a szemeink előtt, és akkor abba az irányba tartunk, és akkor elhanyagolunk más fontos dolgokat. Hát ilyen a növekedés. De valahogy érezni egy harmóniát, egy egyensúlyt az igébe, hogy küzdünk mi azért, hogy fölnövekedjünk, és mégis látni az igébe, hogy el lehet beszélni valahogy, mert Pál is erről beszél, és látni azt, hogy nem működik az élet térfűságra való felépítkezés, felnövekedés, hogy nevezünk, ahogy akarjuk, nem működik közösség nélkül. Ugye Krisz múltkor beszélt a méltó közösségbe járni, ott is elég jó kifejtette, hogy miért is jó közösségbe járni. De más pontokon is azt látjuk, hogy nem tudjuk kikerülni ezeket a dolgokat. Nem tudunk ilyen partizán vagy remete keresztények lenni, egy darabig megy, csak aztán vagy kártol a keresztény életünk, vagy valamilyen nem megszűnik működni az a dolog, és inkább olyanok vagyunk, mint a lentkerekes autó, hogy elindulunk egy irányba, veszünk egy lendületet, és akkor egy darabig gurul, a szekér megy, aztán egyre kisebb a lendület, és aztán a csomódás végül is emészti az egészet, és akkor egyszer csak megáll a dolog. Valahol újra és újra kell találnunk egy olyan helyet, keresztényként is, ahol lendületet lehet venni. Hogy újra guruljon a lentkerekes autó, mert az egy ember az így működik. És én az igéből azt látom, hogy a közösség az, ahol lendületet lehet venni, mert az egész arra épül, hogy az egyik építi a másikat, az egyik vigasztalja a másikat, az egyik próbálja segíteni a másikat valahogy, és amikor neki fogy el a lendület, és ő kezdi leereszteni, akkor akit addig építgetett, az lendületet révén ő belőle jön, és akkor belöki az ő szekerét, kis autóját, és megy tovább.
De ez így nagyon szép, elmondom, meg érthető, de az Efézus levélekben, amikor a szolgálati ajándékokról beszél Pál apostol, ugye felsorolja a szolgálati ajándékokat, mint ugye már a apostolt, a tanítót, a pásztort, a prófétát, a evangélistát, kell tudni, hogy tehát felsorolja a szolgálati ajándékokat, akkor ugye egyrészt jó tudni, biztonságban lenni, hogy Isten adja ezt, Krisztus adja ajándékba, a lényeget után következik a szolgálat munkájára, még mindjárt megérkezik az élet férfiúságnak az időszakára, és akkor már nem leszünk olyanok, mint a tenger apja, hogy itten mindenféle szelek, irányzatok, teológiai hatások rögtösnek bennünket idenek oda, hanem az élet férfiú az tudja, hogy honnan, hol tart, mi a célja, milyen nehézségeknek, és ez is hozzátartozik, hogy igenis nehézségeket kell leküzdeni keresztényként is, mert vannak, de az élet férfiút az jelenti, hogy tudja. Tud ebben mozogni, tudja kezelni, tud menni a dologgal, oda tud figyelni, sőt, az élet férfiaknak általában az esetek többségében a családot, valamilyen szinten elkormányozni, valahogy gondoskodni róla, és azért a jó családoknál látni, hogy eltelik egy emberöltő, és akkor kijönnek a kezdetben rendsejtőek, kijönnek és kész férfiként, asszonként viszik tovább azt az igét, amikor azt mondta Isten, hogy menjetek és töltsétek a földet, szaporodjatok, hajtsátok uralmatok alá, gazdálkodjatok, munkálkodjatok, áldás összeg ezeknek a dolgok. És ezt látjuk a családainkban, hogy ez bizony így működik. Ez sem egy zökkenő mentesen, itt is minden korszaknak megvannak a maga küzdelmei, de alapjában véve az ember tulajdonképpen egész élete alatt építkezik. Építi egy darabig próbál fölkészülni az életre, ugye jár iskolában, megtanul dolgokat, aztán hozzáfog a nagybetűs életre, megtapasztalja a pokonokat, orrovágásokat, rájön, hogy még valamit hozzá kéne tenni. Tehát kikupálódunk egy idő után, és akkor elkezdünk valamilyen szinten, de nincsen megállás. Nem egy statikus dolog, a nagyon statikus típusú emberek azok lejönnek is egy idő után olyan nyelvhatnak, és nem akarják, hogy reggel legyen, nem akarják, hogy este legyen, nem akarják, hogy süssön újra, nem akarják, hogy a másik akkor megint essen az eső. Egyáltalán nem akarnak semmiféle változást, mert olyan az a biztos, hogy valami történik semmit. És nagyon nehéz akkor kimozdulni, de az élet nem alkalmazkodik ehhez. Átrohan rajtunk, és akkor utólag vakarózunk, hogy hát megint lehetőségek milliárdait mulasztottuk el, és nem működik úgy, és meg kellett volna fogni akkor, amikor ott volt a lehetőség, és most keresztényként ugyanúgy kell menjünk keresztül, csak a típusok a problémának. Az ige rettentő sokat foglalkozik az építéssel. Ugye először is, amikor építés került szóba, akkor egy oltárépítésről volt szó, Istenek oltárt építette. Aztán volt itt a bárkától kezdve toronyig, minden Ószövetségbe, Újszövetségbe, templomot építettek, házat építettek, de folyamatosan szó van, 300 valahány helyen fordul elő az Ószövetségbe, Újszövetségbe, csak ez a szó tőle épít. És akkor még a többi hasonló értelmű, de más szótőjű fogalmakat nem is vettük. De mondom, több mint 300 fordul elő, és van egy rész, ahol különösen és nagyon tulajdonképpen erre van kihegyezve a dolog. Én ezt szeretném felolvasni. Nektek az 1 Korintus. Pont a 13 után.
következő részben, hogy 14, mert nagyon sokszor van erről szó. És mivel új szövetség itt nem annyira már az új szövetségben is volt koronyépítés, meg volt házépítés, de itt igazából a gyülekezetről van szó. Hát így szól Isten igénye a 1 Korintus 14-ből. Minden erőtökkel azon igyekezzetek, hogy az isteni szeretet éljen, ez az isteni szeretet éljen és működjön bennetek. Ugye ez azért folytatja így Pál apostol, hogy kezdi így a 14-es részt, mert ugye a 13-as rész a szeretet himnusza, ott ír az isteni szeretetről, és ugye így folytatja a 14-ből, hogy minden erőtökkel azon igyekezzetek, hogy ez az isteni szeretet éljen, és hát Attila üzenetéhez híven működjön bennetek. Tehát ez így tök jó, hogy mindenkit szeretünk, de valahogy jelens legyen. Annak eszélyi választa. Teljes szívvel kívánjátok a Szent Szellem ajándékait, leginkább a profétálás ajándékát, mert aki nyelveken szól, nem emberekhez beszél, hanem Istenhez. Az emberek közül senki sem érti, amit mond, mert a Szent Szellemben és titkosan szól. Aki viszont profétál, az emberekhez szól, olyan dolgokat mond, amelyek épülésükre, bátorításukra és megerősítésükre szolgálnak. Aki nyelveken szólás ajándékát használja, szellemileg erősíti és építi saját magát. Aki azonban a profétálás ajándékával szolgál, az a gyülekezetet építi. Szeretném, ha mindegyikőtök miért működni a gyermeken szólás ajándékra, de még inkább az, hogy profétáljatok. Hasznosabb annak a szolgálat, aki profétál, mint aki nyelveken szól, kivéve az, aki nyelveken szólás ajándékával szolgál, egyúttal meg is tudja magyarázni, amit mondott, hogy az egész gyülekezet használva legyen. Így tehát testvéreim, ha elmegyek hozzátok, és nyelveken szólok, hogyan szolgálhat ez a ti javatokra, ha csak nem szólok hozzátok egyúttal isteni kijelentéssel, ismerettel, profétálással vagy tanítással is. Így van ez még az élettelen hangszerekkel is. Ha például fokolál, vagy valamilyen húros hangszeren játszik valaki, ám ezek a hangszerek nem adnak tiszta és érthető hangokat, akkor senki nem fogja felismerni, milyen éneket akarnak kísérni vele. Vagy gondoljatok a csatára, a trombita nem ad jól hallható és világosan felismerhető jelzést, akkor a katonák nem készülnek fel a harcra. Így van ez veletek is, a nyelveken szóltok, hogyan fogják a hallgatók megérteni, amit mondhatok. És ha nem értik, akkor a levegőbe fogtok beszélni. Milyen sokféle nyelv van a világon, és mindegyik érthető jelentést hordoz. Mégis ha valaki olyan nyelven szól hozzám, amelyet nem ismerek, akkor idegen leszek a számára, és ő is idegen lesz nekem. Ugyanez vonatkozik rátok is, mivel nagyon akarjátok a Szent Szellem ajándékait, azon igyekezzetek, hogy elsősorban a helyi gyülekezet építésére, megerősítésére szolgáló ajándékok működjenek közöttetek. Ebből következik, hogy aki a nyelveken szólás ajándékot használja, imádkozzon érte, hogy meg is tudja magyarázni, amit mondom. Ha ugyanis nyelveken imádkozom, a szellemem ugyan imádkozik, de az értelmem nem vesz részt benne. Akkor mit tegyek? Imádkozom szellememben is, de az értelmemben is, dicséretet énekelek a szellememben is, de énekelni fogok az értelmemben is. Máskülönben, ha te csak a szellemeddel mondasz áldást, vagyis nyelveken szólás ajándékát használod, hogyan mondhatja rá a másik ember, hogy ámen, hiszen nem is érti, amit mondasz. Te ugyan szépen adsz hálát, de ez a többieknek szellemileg semmit sem használ. Hálát adok Istennek, hogy a nyelveken szólás ajándéka bennem is jobban működik, mint bárkinél közületek. Ha viszont a helyi gyülekezetben vagyok, inkább akarok valamely érthető nyelven öt szót mondani, hogy ezzel is tanítsalak benneteket, mint 10 000 a nyelveken szólás ajándékával, amelyből senki sem ért semmit. Testvéreim, ne úgy gondolkozzatok, mint a gyerekek. Csak a gonoszságban legyetek olyanok, mint a csecsebők. Mert ezt mondja az írás.
olyanok által fogok ehhez a néphez szólni, akik más nyelveken beszélnek, és idegen szájával beszélek a népemhez, de még így sem halogatok el. Ezt mondja az Úr. Ezért a nyelveken szólás ajándéka jel a hitetlenek számára, nem pedig a hívők számára. A profétálás ajándéka azonban nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek szóló jel. Gondoljátok csak meg, az egész helyi gyülekezet összejön, és ti mind egyszerre beszéltek nyelveken, szólás ajándékát használunk. Ekkor valaki bejön közétek, aki nem tartozik hozzátok, vagy hitetlen, biztosan azt fogja hinni, hogy mind őrültek vagytok. Viszont ha a gyülekezetben mind profétáltok, és akkor jön be közétek egy idegen vagy hitetlen, akkor az ott elhangzó proféciák megmutatják a bűneit, és meggyőzik őt, hogy bűnös. Így azután, mivel a szíve titkai kiderülnek, az idegen földre borulva imádja majd Isten, és azt fogja mondani, bizony, Isten itt van közöttetek. Mi hát a helyes testvérünk? Amikor összejöttök, mindegyikőtök igyekezzen a többieket építeni. Egyikőtök énekeljen egy dicsőítő éneket, a másik tanítson, a harmadik mondja el, amit Isten kijelentett neki, más valaki szolgáljon a nyelvek ajándékával, valaki pedig magyarázza meg. De mindenkinek az legyen a célja, hogy szellemileg erősítse a gyülekezetet. Ha a nyelvek ajándékával akarnak szólni a testvérek, ketten, legfeljebb hárman beszéljenek, de csak egymás után valaki pedig magyarázza meg. Ha nincs senki, aki meg tudná magyarázni, akkor a nyelveken szóló ne beszéljen a helyi gyülekezet előtt, hanem hallgasson, csak magában és Istennek mondja el. Két vagy három proféta szóljon, és a többiek vizsgálják és ítéljék meg, amit mondanak. Lehet, hogy miközben az egyikük beszél, valaki más is kap üzenetet Istentől. Ekkor az először szóló hallgasson el, és engedje szólni a következő. Mert valamennyien profétálhattok, de csak egyik a másik után. Így mindenki tanulhat, és bátorítást kaphat belőle, a proféták szellemei ugyanis engedelmeskednek a profétáknak. Hiszen ez nem a rendetlenség, hanem a békesség Isten. Így van ez Isten népének minden helyi gyülekezetében. Az összejöveteleken az asszonyok ne beszéljenek, hanem maradjanak csendben. Maradjanak meg az engedelmességben, amint az Mózes törvény is mond. Ha pedig valamit meg akarnak kérdezni, azt otthon kérdezzék meg a férjüktől, mert nem helyes, ha az asszony helyi gyülekezet összejövetelén beszél. Vajon Isten üzenete tőletek eredt egyedül? Vagy egyedül csak hozzátok jutott el? Ha valaki azt gondolja magáról, hogy egy proféta vagy szellemi ember, akkor fel kell ismernie, hogy amit nektek írok, az Úr parancsa. Ha ezt nem ismeri el, akkor őt sem fogja az Úr elismerni. Tehát testvéreim, teljes szívvel kívánjátok a profétálás ajándékát, de ne tiltsátok, hogy akadályozzátok a nyelveken szólás ajándékát se. Azonban minden szép rendben történjen köztetek. Az, hogy ennyi szó van a nyelveken szólásról és a profétálásról, az egy dolog miatt igaz, vagy egy dolog miatt fordítottam ezt az időt arra, hogy felolvassam az egész részt, mert onnan közelíti meg Pál apostol a gyülekezeti rendet, ugye itt azért egyezünk meg ilyen helyi gyülekezeti rend mintát adott, zajlódjon le egy összejövetel, mert mindennek az alapja micsoda? A gyülekezet építése. És nem más az alapja, hanem az, hogy a helyi gyülekezetet építését igenis szem előtt kell mindannyiunknak tartani, illetve az a jó, ha mindannyian ezt tartjuk szem előtt. És akkor, amikor van egy összejövetel, akkor ez kell, hogy a cél legyen, illetve az evangélium kihirdetése, mert ott van az a, Jézusnak az a felhívás, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Na most, ami miatt érdekes ez a dolog, hogy ugye miért beszélünk arról, akkor, amikor Jézus a maga ajkával mondta a körülötte állóknak, amikor
megkérdezték, hogy hol van Isten országa, mikor jön az Isten országa. Azt mondta, hogy Isten országa bennetek van, Isten királysága köztetek van. Akkor mit építünk, hogyha itt van bennem, meg bennem Isten országa, akkor mire megy ilyen a dolog? És én ezen gondolkoztam, és arra a következtetésre jutottam, hogy igen, Isten országa ott van bennem, csak hát ez nem mindig látszik. Bennetek igen, tehát rajtatok látom, hogy ott van Isten országa, de én nem tudok mindig a magatartásom, amit a Lata is felolvasott, abból a meghatározásból, a magatartásom nem mindig tükrözi ezt a dolgot, hogy Isten országa ott van benned. És mit tudja fölhozni? Mit tudja előhozni azt, hogy Isten országa bennünk van? Mitől változik meg a magatartásunk? Mi inspirál bennünket arra, hogy ne a összehó emberekből jön ki a folyosói beszélgetésbe, hanem Isten országa valósuljon meg akkor, amikor esetleg fölhúzom magam valamit. Mert még csak nem is úgy működik én bennem ez a dolog, hogy bejövök a gyülekezetbe, és akkor mosolygok, szentelök, és át lehet vágni általam, hanem bizonyos helyzetekben így nézek ki, bizonyos helyzetekben úgy nézek ki. És igenis, tehát én nálam biztos, hogy van, amikor nem, a magatartásom nem tükrözi, hiába vagyok köztetek, akkor sem tükrözi azt, hogy Isten országa bennem. Viszont van valami, és ezért emiatt a tény miatt kell építeni, én úgy gondolom, mert a cél az, hogy Isten országa meglátszódjon közöttünk, hogyha bejön ide egy idegen, akkor volt, tapasztaltam én már meg, hogy jött idegen, és azt mondta, hogy Isten közöttetek van. Akkor jó sikerült a nem szakadt el az élet. De volt ilyen, de ez nem mindig látszik. És ezért kell építeni, hogy ez ide, ez a cél, hogy ide eljussunk, hogy akkor, amikor összejövünk, akkor Isten országa láthatóvá váljon, kézzelfoghatóvá, tapinthatóvá, érezhetővé váljon, hogy Isten országa köztünk van. És ezért nem mondunk rá az építkezésről, és nem állunk meg ott azon a ponton, ahol megtértünk, mert ott azért még elég sok minden várt ránk utána, és még szerintem sok minden vár ezen az úton még mindig. Tehát kell az építésre törekedni. És azt mondta Pál apostol, hogy ugye akkor van értelme a dolognak, hogyha építeni tudunk, és hogyha a nyelveken szólás igazából nem építi a közösséget, mert nem értik egyikünk a másiknak a gyermeket szólását, hanem az építi, hogyha elhangzik a nyelveken szólás megmagyarázása, ez az egyik, tehát az is egy fontos dolog. Azt mondja, hogy így hát testvéreim, ha elmegyek hozzátok és nyelveken szólok, hogyan szolgálhat ez a ti javatokra, csak nem szólok hozzátok egy úttal isteni kijelentéssel. Aztán ismerettel, profétálással vagy tanítással. Tehát igazából én azt látom, hogy a maga az építkezés, a téglák, azok úgy kerülnek az építkezésre, hogy Istennek az igéjét mondjuk valahol. De utána néztem, voltak én nekem nagy vitáim régebben, sok-sok évvel ezelőtt így erről, hogy az új szövetségi értelemben a profétálás az micsoda. És akkor nem volt még meg az a lehetőség, hogy megvan, leveszem a polcról és utána nézek. És én nekem az volt a meggyőződésem, hogy az új szövetségi értelemben a profétai szolgálat, a profétai beszéd, az annyiban megváltozott ugye az Ószövetség, de hogy volt ez a profétai dolog? Például Saulnál történt ez, hogy rászállt az Úrnak a szelleme, és akkor profétál. Ugye elment, volt a profétai iskolák, és akkor tanultak profétálni.
valahogy kapcsolatot tudtak teremteni Istennel azok az emberek, és akkor hát tudjuk, hogy Ézsaiásnál, Jeremiásnál, többi profétánál is volt, hogy így az Úr jelenlétében volt a proféta, és akkor mondta neki az Úr, hogy menj el, és mondd meg Izrael népének, hogy hagyják abba a bálványimádást, mondták a bálványoknak emelt oltárokat, és változtassák meg az életüket. Ugye az új szövetségi értelemben sokkal kevésbé fordul elő ilyen direkt üzenet, viszont sokkal direktebb üzenetek hangoznak el az evangéliumból. És én nekem meggyőződésem, hogy az ige hirdető, és ez most itt beigazolódott, hogy az ige hirdető és egy profétai szolgálat, hogy aki hirdeti az igét a Szent Szellemnek az inspirálása alatt, az ige hirdetés az igenis a prédikátor, és az ige hirdetés az egy ilyen profétai megnyilvánulás. Tehát nagyon-nagyon szükség van arra, hogy ugye mivel ezek a téglák így kerülnek az építkezésre, hogy hallgatjuk Istennek az igéjét, ezért elkezd növekedni a gyülekezetben. Ha a gyülekezetben Isten igéjéről van szó, akkor az kell, hogy nyomot hagyjon az emberekbe. És hogyha a nagyon alapüzenetről beszélünk, amit már mindenki tud, még akkor is sokaknak van benne kijelentés. Tehát nem lehet igazából, ugye szoktunk ilyen mérlegedéseket tenni, hogy most milyen volt az üzenet. Hát igen, lehet, hogy nekem olyan volt, csak nem biztos, hogy mindenkinek olyan volt, és nem biztos, hogy az helyes, hogyha így a számításon kívül hagyom a többieket. Tehát igazából az építés állandóan arról szól, hogy egymásra kerülnek téglák, és nem az a cél, hogy leszedjük a téglákat, és valahogy lerakoljuk, nem Déma várával foglalkozunk, hanem Isten országával. Tehát semmiféleképpen nem lehet az az eredménye egy Krisztusi összejövetelnek, hogy lejjebb mondjuk a falat. Célja meg aztán az föl is háborító, hogyha a célja ez lenne, de az eredmény is nem igazán szabad, hogy az legyen, hogy most akkor úgy menjünk haza, hogy hát is lehet a fal. És ezt szem előtt kell tartani, és azokat az indulatokat kell elereszteni magunkba, amik az építést szolgálják, és nem azokat, amik esetleg visszabontják a falat, mert Isten ezzel nem tud közösséget vállalni. Biztos, hogy nem azt akarja, hogy így lerombolódjon az, amit eddig építettünk az ő segítségével, az ő dicsőségére. Nyilvánvalóan ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy minden úgy történik, azt Isten munkálkodik ezen, és ez a gyülekezet, meg minden más gyülekezet, amelyik él, mozog és életjelet tud adni magával, az azért tudja ezt megtenni, mert Isten ezt akarja. Isten nélkül nem tudnánk. Még egy gitegylet is beleállna a földbe, nem hogy egy olyan gyülekezet, aki Jézus Krisztus nevében jön össze minden héten, és próbálnak imádkozni, és tehát nem bírjuk a számításból kihagyni. És egész addig tudunk létezni, élni, mozogni, amíg az Urat bent tartjuk a gyülekezeten belül, de hogyha elkezdünk kicsukni, na akkor kezd el megszűnni a dolog. És a kicsukás nem biztos, hogy azzal kezdődik, hogy úgy nyilvánul meg, hogy azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus nem váltott meg bennünket. Ez már vége. Lehet, hogy azzal kezdődik, hogy azokat a célokat, amiket Isten át akar adni, amiket akarja, hogy mi azon munkálkodjunk, azokból egy kicsit úgy módosítunk, vagy nem veszünk figyelembe. De még ez sem biztos. Lehet, hogy csak elengedjük az óemberi indulatot. És az már nem akar együtt működni Istenre. Az óemberünk nem akarja, hogy a gyülekezet növekedjen. Az óemberünk azt akarja, hogy ő vagy növekedjen, hogy végre vegyék már a téglát volna, és hogy induljon növekedésnek, mert így vagyunk összerakva.
az új emberünk saját magát akarja megvalósítani, addig, amíg az új emberünk Krisztusra nézve akar cselekedni és menni előre és tenni a dolgokat. És az egészet nem a nyelveken szólás és a profétálás miatt olvastam föl, hanem azért olvastam, hogy Istennek van egy konkrét célja az adott helyi gyülekezetekkel kapcsolatban, és lemeri írni Pál apostol, hogy a helyi gyülekezetet akarja, hogy növekedjen, nem általában Krisztus egyházát, nem általában a szentek közösségét, hanem igenis létezik egy ilyenfajta elkötelezettség, hogy a helyi gyülekezet növekedését akarjuk, mert itt vagyunk itt. És ezt Isten nem tartja bűnnek. Azért, mert van egy helyi gyülekezet, azért még mi elfogadhatjuk, hogy lesz majd egy nap, amikor egy gyakor lesz, és egy pásztor. De amíg ez a nap nem jön el, addig igen szükségünk van arra, ami most van, és ami tud jól működni. És nem lehet figyelmen kívül hagyni. És Isten ezt akarja érzni, és nagyon-nagyon fontos az, hogy ezek működjenek, hogy az isteni kijelentés fontos, hogy itt legyen közöttünk. Fontos az, hogy meghallgassuk egymást, és ezt a rendet sem azért írta le Pál apostol, hogy egy ilyen áthághatatlan törvényt szögeljen le, hanem azért írta le ezt, mert igenis mindenkinek lehet kijelentése. És nagyon sokszor, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, hogy voltatok már úgy, megtapasztaltátok, hogy volt bennetek valami, amit ki kellett volna mondani, amiről biztosan tudjátok, hogy az másoknak az építésére szolgált volna, és valami annál fogva nem mondtátok ki, akkor később nem volt olyan alkalom, sőt, a hitedet vesztetted abban, hogy az Isteni kijelentés. Volt egy pillanat, amikor tudtad, és később azt mondtad, hogy te jó, nem, biztos nem az volt. És közben meg Isten mégiscsak akartad volna. De hát kérdés, hogy mi volt az? Hogy melyik építkezésre tanulcsináltam volna. Mert ez sem. És az, ami Jézus Krisztus mutatja be, az, ami az igét helyezi a középpontba, az, ami egyfajta olyan tüzet közvetít a többiek felé, ami a te szívedben fölgyújt, az építésre való. És Pál apostol erre hívja föl a figyelmet. És Isten ezt akarja, hogy ez így működjön. Van egy érdekes dolog, ami kapcsolódik ide a Máté Evangélium 15-ös része, a részéből, mert nem az ügyének oda terjedelmű, de nem nagy. Máté Evangélium 15-1. Ekkor a farizeusok és törvénytanítók jöttek Jézushoz Jeruzsálembe. Ezt kérdezték tőle. A tanítványai nem végzik el a kézmosás szertartását, mielőtt esznek. Miért nem engedelmeskednek a régi vallási vezetők rendelésének? Jézus kérdéssel válaszol. Ti pedig miért toltátok félre Isten parancsait a hagyományok kedvéért? Isten ugyanis ezt mondta. Tisztel apádat és anyádat, és ezt is. Aki apját vagy anyját gyalázza, az halálra kerül. Ezzel szemben ti azt tanítjátok, hogyha valaki már felajánlott a templom javára azt, amivel a szüleinek segíthetnek, akkor inkább a templomnak adja, mint a szüleinek. Ezzel valójában azt tanítjátok, hogy nem fontos, amit Isten mond, és nem neki kell engedelmeskedni. Fontosabb, hogy mindenki a ti hagyományaitokat kövesse. Milyen képmutatók volt? Jól mondja rólatok Ézsaiás próféta, ez a nép csak a szájával tisztel engem, de szíve távolabb tőle. Látszólag tisztelnek ugyan engem, de nem ér a semmit, mert tanításaik csak emberi parancsok. Ekkor magához szólította az embereket, és ezt mondta nekik.
figyeljetek rám, és értsétek meg. Nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami a száján bemegy, hanem ami a száján kijön. Akkor oda mentek hozzá a tanítvány, és ezt kérdezték. Tudod-e, hogy a farizeusok felháborodtak azon, amit mondtál? Mennyei atyám, gyökerestől kitépi majd a facsemetét, amelyet nem őültetek, válaszolta Jézus. Ezért ne is törődjünk a farizeusokkal, hiszen vakok ők, akik a többi vakot vezetik. Ha pedig vak vezet világtalant, akkor mind a ketten gödörbe esnek. Ekkor Péter megkérte, magyarázd meg nekünk, mit jelent a előtt hasonló. Hát még ti sem értetek? Kérdezte Jézus. Hiszen tudjátok, hogy az étel, amelyet megeszünk, a szájon át a gyomorba kerül, végül pedig kiül volna. Ami viszont a szájból kijön, vagyis amit mondasz, az a szívedből származik, és azt tehet téged tisztátalanná. Mert az ember szívéből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosság, a házasságtörés, a szexuális bűn, a lopás, a hazugság és a gyalázkodás. Ezek teszik tisztátalanná az ember, nem pedig az, ha nem végzi el a szertartásos kérmosás étkezés előtt. Amen. Igazából így látszólag nem sok köze van az előző részhez, amiről beszéltem, de valójában én meg úgy érzem, hogy nagyon sok köze van hozzá. Ugyanis az ember hajlamos arra, hogy ugye, így lássa a dolgokat, legalábbis a farizeusok nagyon-nagyon hajlamosak voltak rá, hogy a külsőségek azok fontosak voltak a számunkra, és a szertartások, a hagyományok betartása, az üverel mindent, és igazából nem foglalkoztak azzal, vagy nem volt szabad foglalkozni azzal, hogy milyen az emberek szíve. Tehát a lényeg az volt, hogy mossa meg a kezét, hogy nem teljesen tiszták a gondolatai, nem teljesen tiszták az indulatok benne, az nem érdekes, csak mossa meg a kezét. Még ezzel a szertartás, és Jézus erről akar beszélni itt egyrészt a farizeusoknak, a szertartásos kézmosás kapcsán, másrészt a tanítványokkal, illetve az emberekkel ezt a dolgot akartam érteni, hogy tudod, így saját magunk indulatáról bármit mondhatunk. Megmagyarázhatjuk, elfogadhatjuk, hogy mi ez? Ez a cél, az a cél, van az a cél. És akkor az ember belemegy a szívébe és várja, hogy hát, most akkor inkább nem csinálják semmit, mert vére fog menni a szekér. És tudjátok, ha már a vallási vezetők képesek voltak arra, hogy ilyen módon félrevezessék a népet, akkor a nép nem könnyedén belement ebbe? Azért ez egy nagy megkönnyebbülés. Mert hogyha azt mondjuk, hogy hát igazából költözünk föl szépen, vegyük föl a karizmatikus videót, és menjünk el Isten tiszteletre, és mosolyogjuk mindenkire, azt a két órát kibírjuk. Hát, nem is kell kettővel előtte, 10 perc, utána egy fél óra. Tök jó, azt elmosolyogjuk, elvegyünk, szépen felöltöztünk, megmostuk a kezünket, és akkor nyugodtan gondolni azt, amit akarsz a szívedbe, az, mert hogy ez a lényeg, ezen van a fókusz. De Isten nem bírjuk megvezetni. Tehát ezen fókusz magunknak, mi felállíthatjuk, meg mondhatja a vallási vezető, hogy hát ez mennyire fontos, hogy a ruhával megtiszteled az urat, meg a társadat, ez a fontos, és akkor a többit meg nem beszélünk róla. Isten meg a szíveket látja. És tudjátok, akkor, amikor Dávidot kiválasztotta Sámuel, akkor ez egy akkora lecke volt az egész világmindenségnek. Ez annyira élő az a történet, hogy annyira bemutatja Istent, hogy nem törődik a külsőségekkel. Nem foglalkozik vele, hogy milyen az ön akart. Szabadon. Hogy vagy megfésődő? Hanem látja a szívedet, és ezen múlik.
ezért nem érdemes nekünk sem mással foglalkozni. Nyilván nem fogjuk elhagyagolni, minden ilyen örökezünk normálisan, minden jövő. De sokkal fontosabb, hogy mi van az ember szívében, milyen indulat van benne, hogy mennyire akar, mennyire gondolkozik azon, hogy ennyire tud egy lenni a maga dologba, hogy Isten azt akarja, hogy épüljön. Nem bemondani akarja, nem kidobni. Ha Isten ki akarná dobni, egy tolvonással előtézni. Várjunk a mennyezetet alapzattal, és ki lennénk dobva. Isten nem ezt akarja. Isten azt akarja, hogy épüljön. Isten azt akarja, hogy te építő munkás legyen. Isten azt akarja, hogy hozzáadott értékeken alapuljon Isten országa között. Nem tudunk nélkülözni semmit. Nem tudunk. Akik, mert megvan ez a cél az életünkben, hogy építeni akarnak, azokat az embereket nem tudjuk nélkülözni. Nem tudjuk. Szükségem van rátok, ha építeni akart. Szükségem van. És tudod, azért, mert én Istennel akarok járni, és akinek Istennel akar járni, azoknak minden szüksége van többé, ha építeni. Isten országa bennünk és köztünk van, és úgy jön elő, hogyha együtt megyünk, ha együtt csináljuk, és nem bírjuk kihagyni, nem bírjuk. Tudjuk jól érezni magunkat, meg nagyon rosszul érezni magunkat, de nem bírjuk megkerülni. Van az a probléma, amit sem álltuk, amit sem megkerülni nem lehet. És ez azok közé tartozik. Sok más, nagyon sok más problémával együtt ez azok közé tartozik. Sem megkerülni, sem átugrani nem lehet, mert egymásra vagyunk utalva. És Istenem, mosolyog, hogy egymásra vagyunk utalva, mert azt akarja, hogy egyenlődjünk. Hogy eljussunk az élet értékosába, és nem csak én, vagy nem csak te, hanem mindenki. Még aki ma tér meg az is, élet férfiú leszel. Úgy, hogy megőrzöd a női gyerekeket. Oké? És ezért én úgy gondolom, hogy ez az építkező napja, vagy egy építő napja, visszatérve a nagy vörös csillagos időszakhoz, ott is egy építő napja. Az összes kőműves és helyzet akkor biztos, hogy belógott azon a napon, és jól érezték magunkat. Én azt tudom mondani, hogyha bevállaljuk ezt a melót, és tudok az Úrral építő napját tartani, mi is be fogunk rúgni, csak azzal a kérdéssel, amit mondott, hogy Pál apostol mondta, hogy nem a boltba részegedjeteknek, hanem a Szentlélektől. Tehát az lesz, hogy akkor úgy fogunk belúgni, és nagyon jó építőnapját tudni tartani az Úrral együtt. Ha meg nem akarunk építeni, akkor lehet, hogy kicsit rosszabbul fogjuk érezni magunkat, mert Isten ezzel akar közösséget vállalni, és ezt akarja.